az első színházi munkája valóban a Tímár József felvétele volt a Ügynök halálánál? Az első komoly. Az első komoly. Igen, igen. És amikor, hát ugye régen nem úgy készítek a képek, mint most, hogy digitálisan kattintanak, százat megnézik, kiválasztanak belőle. Erről majd még beszélnék röviden, vagy kérdezném. Hanem ugye hát elkészült az a legendás felvétel, hogy az Ügynök halálában Tímár József emeli a két nagy bőrödet, ami üres volt, azt tudjuk, de ő viszont már nagy beteg. Hogy arra lennék kíváncsi, hogy amikor előhívta a felvételeket, akkor már érezte, hogy ez... Nem. Nézze, ehhez az kellett, hogy a Tímár valóban pár héttel később meghalljon. Az kellett hozzá, hogy levegyék a műsorról ugye az Ügynök halálát, majd műsorra tűzzék újra, és akkor előderül az, hogy, vagy kiderül az, hogy egy bőrönd, két bőrönd, akkor megindul egy vita körülötte. És ennek tulajdonképpen dupla csavaros értéke, vagy három. Ugye egyrészt a kép valóban jó, az ember nem mondja ilyet a sajátjáról. Szobor is készít belőle. De merem mondani. Másrészt szimbolizálja az emberi akarat és hát, hogy úgy mondjam, a halál előtti minden erőmet összeszedem és megmutatom. A harmadik pedig hát egy valóban egy fantasztikus alakítás volt, és azt ne felejts el, hogy abban az időben nyugati szerzőket ugye nem nagyon játszottak. Ugye ebben a nagypolgári lakásban itt a Terész körúton, annyit elárulhatok, hát megfordultak fantasztikus legendák, ugye? Igen. Latinovics Zoltán, Törölcsik Mari, ők rendszeresen hát, nem tud olyat sorolni, aki ne lett volna. Biztos? Básti Lajos? Nem volt. Nem volt, ugye? Mert egy ilyen tartózkodó-e valaki. A Bessenyi Jondál a Kályhánál töltötte a 60. születésnapját, és jött, és azt mondta a férjemnek, hogy Misikém, lerugom a cipőmet, adj egy pohár vörösbort, nem bírom elviselni, hogy én bérlet leszek, mert ugye attól félt, hogy meghal korán, és a divat volt, ugye, hogy a bérleteket a meghalt nagy színészekről nevezik el, és hát ez... És a Latinovics így a magánéletben is, hát olyan volt, amilyen, tehát az hát, a... Most mit ért azon, hogy olyan volt? Hát ő egyszerre volt, hát, zárkózott is, meg... Igen, millió egy legenda a kering róla, aminek én most visszanézve már az ő életére, meg arra a korra, nagyon kevés igazi alapja volt. Tehát az biztos, hogy egy nehéz természetű, nehezen barátkozó, és ha finoman fogalmazom, kötekedő ember volt. De például azok a történetek, hogy a halálát a Molnár Gál Péter okozza, mert megírt egy veszekedést a Várkonyi és közte, ez például nem igaz, ezt én tudom. De a meg nem értettségének nem volt alapja? Ugyan az utolsó éveiben rengeteget panaszkodott arra, hát én a kis kutatásaim igen. alapján tudom, hogy hát ő szeretett volna egy olyan színházat, ahol csak tehetségek vannak, ahol... Van ilyen? Nincs. Nincs. Hát, picit talán álomvilágba él, de ezt is... Mondjuk elmondtam már nem egyszer, hogy egyszer este 10 körül csöngettek, és anyukám ment ki, ajtót nyitni, és kétségbe esett, mert jött vissza, hogy a Latinovics van itt, össze fogja törni a lakást. És mondtam, hogy anyuka, nyugalom, itt volt hajnali 4-ig, beszélgettünk, semmi. Fájdalma volt, valamit ki akart beszélni, pont a ház előtt jött, feljött. Tehát... Nekem negatív élményem vele nem volt, de tudom azt, hogy nem volt egy sima ember. De én nekem merem mondani azt, hogy nem volt annyira extrémül, különlegesen viselkedő, mint ami fennmaradt utána. Ki az, akit nem szeretett fotózni? Szegény Gábor Miklós most már biztos forog a sírjában, mert csak őt tudom emlegetni. Nagyon sok jó képet csináltam, és semmi problémám nem volt bele. Valahol nem egy gondolkozásmódban, vagy
túl akaratos volt? Nem. Én túl jól ismertem őt ahhoz, hogy egyetértsek az ő gondolataival. Egy zseniális színész volt, kiváló író. És akkor ki az, aki viszont, hát sosem jött össze, viszont szerette volna lefotózni? Van olyan? Nem nagyon tudom. Nem nagyon van. Nem nagyon. Külföldieket szerettem volna, de hát abban az időben az volt az állam. Színészek közül is? Színészek. Ki volt az, akit? Nézd, az írókat tudtam, mert az írók ide jöttek. Tehát Steinbecktől kezdve, Heinrichből, Münterbeis, tehát ezek mind megvannak. Színészek csak, hát vannak nagy halaim, mert a Peter Brook megvan, akkor a Paul Scofield, aki a Lear királyt játszotta, akkor a Royal Shakespeare Company-vel, akkor megvan a, Jézus Márion, mondom, csak nem jut eszembe. Hát ki nincs meg? Ja. Nem, az egy véletlen volt. Hát minden a helyszínből jött, majd említse. Még annyi, nagyon érdekeset mondott valahol, hogy ha mondjuk Keleti Éva 60 éves korában nem mondja azt, hogy befejezi, hanem mondjuk egy ügynökségnél képszerkesztő, akkor tényleg sajnos előfordulhat, hogy ma nem lenne ünnepelt fotós ennyire. Mert ugye általában mindig Magyarországon főleg az a szokás, hogyha valaki meghal, akkor megünnepeljük. Igen. De ez egy nagyon izgalmas mondat. Hát még egy dolog van, ami mondjuk úgy fűződik hozzám, hogy én nem tehetek róla, de attól, hogy én az MT-ben dolgoztam 25 évet, ez egy olyan iskola volt a számomra, hogy tudtam, hogy amit én csinálok, az megmarad. Tehát nem a minőség miatt marad meg, hanem dokumentum, történelem. És ezzel az új digitális világgal ez nincs. Mert az MT archívumában akkor mindent leraktak, elraktak. Ma azt mondom, hogy 62. január 26-án fotografáltam ezt, benyúlnak és odaadják. A digitális fejl, ha leadja a fotós, akkor ott van, ha nem adja le, akkor nincs ott. Tehát egész másképp működik, minden másképp működik. Úgyhogy én nem irigylem azt az embert, aki össze fog állítani majd egy könyvet mondjuk a színházi életről a 21. század elején, mert én nem tudom, hogy hol kerüljön, mert magánarchívumok vannak. De ez a fajta, mindent megcsinálunk, mindennek meg kell lenni a dolgok. Ugye digitálisan is fotózott az utóbbi években. Igen, de hát az utolsó másfél vagy két szereti? Évben. Nem szereti? Őszinte legyek, nem szeretem, de már nem annyira nem szeretem, mint amennyire nem szerettem, mert rájöttem arra, hogy szükség van rá. Tehát ahogy ment az idő, ahogy én öregedtem és a technika fejlődött, elavulttá vált a digitális technika, bár az igazság az, hogy... A hagyományos. És az analóg, bocsánat. De azt kell mondanom, hogy nagyon gyorsan húszik vissza, mert az a kolléga, aki maradandót akar alkotni, az előveszi az analóg gépet, analógan fotográfál, mert van egy nagyon nagy baj a digitális fotográfiával. Sok baj van, de ez a legnagyobb, hogy nem tudjuk, hogy meddig marad meg a fájl, vagy nem, akárminek nevezem, mert a fotóról tudom, hogy a krimi háború óta megvan. Akkor csinálták, mindegy, hogy üvegre, mi a hordozó, de megvan. Mondok egy példát, nem tudom, hogy mikor volt a kordonbontás a parlamentnél, amikor az Orbán Viktor elvitte a 2010 előtt. Igen, és valamelyik lapnál az archívból ki akartak venni egy képet és felhasználni, és nem volt semmi a hordozó. Úgyhogy nem tudjuk. Igen. Nem tudjuk. Na most nagyon veszélyes.
hogy a teremtő hosszú életet adott, tehát 89 esztendős. 9 dédunoka? Vagy 7 dédunokája van. A férjével, aki Isten nyugosztalja, már nincs közöttünk, de hosszú életet éltek együtt. Tehát 62. Van egyáltalán most magánéletben is, hogyha veszem a fotózást is, valami fajta hiányérzete? Vagy végre egy olyan ember ül velem szembe, aki azt kutatta azt valamit? Azt tudja mondani, hogy teljes életet élt. Hiányérzetem az egy nem nevetséges, hanem teljesíthetetlen. Borzasztóan szeretném tudni, hogy mi lesz a dédunokáimból. Tehát hogy szeretném őket 30 év múlva látni, mert mindegyik egy egyéniség, mindegyik mást fele érdeklődik, már kialakulóban, hát iskoláskorúak, és azért úgy szeretnék egy pár pillanatra visszajönni és megnézni azt, hogy teljesíthetetlen kérés. Én azt érzem, hogy ahogy Kabos Endre is vissza-vissza jár önhöz, hogy ez sem lehetetlen. Hát, nagyon fogok akarni. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Én is köszönöm szépen.